Jó reggelt kívánok! Péntek van, indulás van. Megkilódulunk, van még 280 km vissza. Nagyon rám álltak hátul, nem szeretném, hogyha neki mennék. Tartsunk arra, az jó lesz. Sok látnivaló nincsen. Egyelőre. Mindenhol beálltak már a kollégák. Hát én örülök, hogy megtaláltam ezt a helyet, mert ez egy nagyon jó kis hely volt így, ilyen szempontból. Álltunk be, vagy hát mellette volt még hely. Na és akkor nekilódulunk most már. És egy 3,5 óra alatt teljesítjük a távot. Legalábbis megpróbáljuk. De jó, hogy nem így születtem, te úristen. Nagyon ronda környék. Simon mondja, tartsuk egy picit balra. És azt is tesszük. Szépen húzódunk egyet beljebb, mert a belső két sáv megy tovább a 99-esnek. Tehát van még időnk rá, mert másfél kilométer múlva lesz mindez. Addig elmondom, hogy az éjszaka ugye rövidített volt, este 8 előtt álltam meg. Érdemes balra tartani, de ha rátetszik rántani a kormány az ifára, akkor nem én voltam. 8 előtt álltam meg egy pár perccel, jól kihasználtam a munkaidőt, és azt hiszem 8 óra 44 perces vezetési idővel álltam meg. Pont idejében jó volt, jókor jött. És ahhoz képest ugye 9 óra múlva, mivel csökkentettet nyomtam, indulhatok is. Tartsuk arra, az jó. Így aztán ugye a 20 óra, meg a 9 óra, az 29 óra, vagyis reggel 5 órakor indulhattam. Ugye nem volt 8 óra, előtte volt pár perccel, ezért 4 óra 55-kor indultam el. Vagyis akkor indítottam a napot. És így 5 óra 5 perckor indultam el. Bár gyerekem, hogy süti-e a tért kalács, nagyon
most pedig 5 óra 36 perc van, és van vissza 250 kilométerünk, hát ami durván egy 3 órás túra. Itt van bal oldalon az aréna, pirosban világít most, nem tudom, hogy látszik-e a felvételen. Allianz Arena. Szép, tetszetős. Mi pedig haladunk tovább itt még 14 kilométert, hogy utána rátérjünk a 8-as számú pályára. És aztán azon fogunk menni 108 kilométert. És utána rátérünk a 7-es számú autópályára. És ott lesz mellette már a lerakó. Úgyhogy remélem, hogy gyorsan meg tudom járni az utat. Ez a terv. Go! Itt pedig egy kicsit jobbra tartom, maradunk tovább a 99-en, és erről fogunk majd csatlakozni a 8-as számú pályába, ezen fogunk menni most. Most csatlakozunk majd bele. 109 kilométer. Haladunk most 108-at még, sok látnivaló nincsen, sötét van, megyünk, csak megyünk. Elhagyjuk a 8-as számú autópályát, áttérünk a 7-esre. 126 kilométerünk van még a lerakóig. Fölsöndörödünk a 7-esre. És ezzel a lendülettel haladunk is tovább. 124 kilométer. És 125-re ott van a lerakó. Ebbe az ütembe menjünk szépen tovább. Nagyon szép tiszta időnk van. Menjünk át a Völgyhídon. Nem vagy nem magas, legalábbis nem tűnik magasnak. 300 méter és 25 méter magas, 344 méter, 25 méter magas. Nem tűnik nagyon magasnak. De a táj az gyönyörű, jobbra-balra. És most hívott a kollega, akivel tegnap kellett volna akasztanom, Salzburgnál, hogy a délelőtt folyamán majd akasztani fogunk vele. Én lerakom most ezt az árut, 16 km van vissza a lerakóig, 8 óra 15 van, és aztán átállok a felrakóra, ami ugye én tegnap csak annyit tudtam, hogy Linci lerakója van annak a felrakónak, és hát a kollega mondta, hogy ott valahol át kéne akasztanunk, és akkor ő fordulna vissza vele, én megmennék tovább az ő árujával, nem tudom, hogy hova megy az áruja, én azt viszem majd tovább, úgyhogy én valószínűleg Németországban leszek hétvégén,
és hát most egyelőre ennyi van. Mondom, most hívott, valami probléma is lehet, mert valami kórházat is emlegetett, hogy lehet, hogy az lesz belőle. Én nem tudom, nem, Isten őrizze, hogy csak nem ennyire komoly a baj. De hát persze, természetesen ahol tud, az ember segít. Nekem olyan mindegy, most már 24-es hétvégén van egyébként is. Bár eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha olyan hazavinnének, de hát nem így történik, semmi baj nincs ezzel. A panoráma gyönyörű, ismételten csak. Nagyon megborult az autó. Kis lejtő, aztán már 24 tonna nyomja is. Nincsen meleg, egy fok van. Viszont tiszta az idő. A kollega érkezik szemből. És aztán megyünk szépen tovább. Verakó felé, ami már csak 13 km, úgyhogy nem sokára érkezünk. Majd jövök, amit közel értem. Nem sokára odaérünk, 2,5 kilométerünk van a lerakóig. És ahogy így közel... Jó, hát egyrészt arra kell menni. Másrészt sok mindent szeretnék megmutatni nekem, mert olyan szép. És ahogy így közeledünk hozzá, és gondolkodik az ember, hogy vajon melyik lehet, de jártam én már itt, vagy nem. És aztán rájövök, hogy igen, hiszen ez lesz a cég itt, ami a bal oldalon van. Már látszik is innen az autópályáról. Na most hajtsuk le az autópályáról. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon könnyű kis célpont. Jártam is már itt. Rögtön itt van a pálya mellett. Nem kell messzire menni. És körülbelül tudom is a menetet. Újra tervezett? Á, nem, csak vicceltek. Már úgy ismerős, hogy jártam már itt valamikor, hát lehet, hogy egy pár hónapja. De lényeg, hogy már voltam itt. Már úgy megnyugszik, hogy körülbelül tudja, hova kell menni. Itt általában úgy van, hogy mit tudom én, fix helyekre megyünk. De ezek a fix helyeket, ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk van 150 vagy 200 darab fix hely, és azok közül... Arra, nem most, hanem egy picit később. Hát azok közül kell kiválogatni, hogy hova megy az ember. Néha aztán beugrik, amikor már egy közelébe ér, és aztán itt balra be. Balra. És utána már ott is vagyok. És ez így is van. Kinek van már? Megérkeztünk. Hátra be. Itt van az ősz, itt van újra, meg mi is. És tényleg. Megérkeztünk. Ide fogunk lerakni. Meg kell forduljak. Újra tervezés. Ja nem, köszönjük meg. Újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. Thank you.
Hát én úgy gondoltam, hogy ide beteszem a parkolóba, így a fenekét, és akkor szépen oda kitolok jobbra-hátra. Senkit nem zavarva. Nem töröm meg annyira az autót, hogy sarkon kelljen fordítani. Megérkeztem. Most kaptam az utasítást, hogy maradjak itt. Ide jön a kollega és itt fogunk akasztani. Ne legyek itt útva. De hátra eltolom én ezt a pótkocsit. Nem, meg még a hátul nyitva is van, nem baj. Ide? Még jobb. Nem legalábbis jobbnak tűnik. Ide félreállok mi, és akkor itt fogok akasztani. Van annyi hely, hogy szépen egymás mellé be tudunk állni. Szélén vagyok. Na, nem most jó.
Na és akkor itt szépen én szétakasztok. Így lak. Becsukom a hátulját, szétakasztok. Hát van egy kis kavarc, de semmi gond, nem komoly. A helyzet az, hogy nagyon oda van a kollega. És ezért megyek és átállok neki a felrakóra, és megrakom neki a pótkocsit. Ne legyen nagyon-nagyon nagy gondja, baja. Azt mondja, hogy nem evett egész nap, tegnap is csak egy körtét. Úgyhogy most átállok, és akkor én addig rakom neki a pótkocsit, meg palettát cserélek, meg ilyenek. Jobbra, zászló nélkül. Összes palettát ki kell cibálni. Az lenne jó, ha jobbra mennél. 34 km és Bundesen tesszük meg a nagyját. Itt nagyon jó lehetőség volt fürdeni. Le is fürödtem, az ilyet mindig ki kell használni. Itt van, persze, csak fürdéskedek, arra kell majd menni mindjárt. Ha van rá mód és lehetőség. Jaj, majdnem túlmentem. Forduljunk el balra, mi baj történhet? Hát tényleg mi baj? Végülis. Azt, hogy látom a pozitúrát, oké, te mész a mosogatóhoz, én meg fekszem a kanapén és fingom. Megyünk egy 9 km pályán, a többi pedig Bundes. Helyére jósít a nap. Na tehát visszatértünk a 7-es autópályára. És haladunk egy 9 km-t. Lehajtunk a 7-es autópályáról, Rottenburg felé. Szeretőd legyünk én, jobbra megyünk, te meg én. Gyönyörűen meg van művelve a föld. Sokára elkanyarodunk balra. Érkezünk Rottenburgba. Hajnos vagyok elbizonytalanodni, így menet közben. Jó tudom, persze nem most jöjjek rá, hogy merül az elem. Egyébként az is lehet. Álmosodom.
6 fok van. Hagyoldjam ezt meg standard GPS-ben, később balra. Megnézzük Rotenburgot belülről, hogy hogy néz ki. Na, szép vár. Szembe most tatarozzák. Lefelé a Szerpentinen. Ilyen helyeken se jártam még. Most megint itt módosítottak, kitörölték a munkát. Szendorfot ezt írja, hogy erre kell jönnünk, tehát akkor biztos, hogy erre kell jönni. Jól felé jövünk.
na hát most hívott a kollega is, hogy hova kell jönnie, megadtam. És még 20 km van a felrakóig, ami valami 33 palettás valami lesz, hát valami, nem tudom, valamilyen sima áru. Itt most megyünk 11 km. Mivel Bundesen vagyunk, ezért ott érkeztünk Bossendorfba. Mondom, nem egy nagy település. Hát legalábbis nem úgy néz ki, mert mintha itt már vége is lenne. Folytatjuk tovább az utunkat, nagy látnivaló nincsen, csak a gyönyörűen megművelt földek. De ez is szép tud lenni. Olyan rendezett minden, valahogy azt tükrözi, hogy olyan, nem tudom, még ez is olyan nyugalmat áraszt, hogy mindent úgy normálisan megcsinálnak, mert mindenre megvan a mód és lehetőség. Szép. Még a csupasz föld is szép. Számítógépes smink, de szerintem előbb-utóbb arra megyünk. Speckheimbe jön. Itt azért már vannak érdekes tetői építmények. Második utcán, arra. Blaufelden, az már jó nekünk. Szeretem ezt mondani, hogy mit tudom én, most menjünk balra. Na, akkor elmentünk balra. Te mit csinálsz úgy az életben? Egyébként, amikor mondjuk nem vezetsz. Itt pedig balra fordulóst játszunk.
ma szeretőt megyek én, jobbra megyünk te meg én. Na, megérkeztünk, ez már jó jel. GPS-be dobjon be egy 5000-est, ellenkező esetben nem szólok a következő utcánál. Hát szerintem megnézzük Laufeldennek a felvárosát is. Elég jó belemegyünk. Ipariparkszerű lesz itt. Amikor az ember GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra. Át kell menni a vasúti felüljel. Aha. Nem értettem, hogy miért. A második utcán hát, át kell menni valami vasút fölött, és itt van egy felüljáró. Tudják, ezek azért jártak már ezek itt. És hogyan megy ez? Itt van ez a felüljáró, ezen át kellett jönni, és akkor így lehet átmenni az ipari part részben. Ficike, jobbra megyünk. És így már is megérkeztünk ide az ipari parthoz. Azt hiszem, hogy majd kihív később, de hogy tényleg ne aggódj emiatt, hogy szóval is nem sürgős, meg nem is kell erre különösebben készülni. Hát tudsz vezetni, mert tudsz, de hogy majd balra kell menni. Majd még egy 500 méter múlva. De lényeg, hogy itt már ipari park van. Meg napelemhegyek vannak itt a tetőkön jobbra. Mindenhol. Szerintem ott, ahol jön ki az autó. Na most elkezdjük számolni az utcákat, és a másodiknál forduljunk balra. A számot kell megtalálnunk. Hát ez lesz az itt jobbra. Úgy látom. Megérkeztünk. Képzeld el, isunk pezsgőt. Itt azt mondja, nem szabad várakozni teherautóval. Hát akkor ez lesz az a cég, gondolom.
hát megadtak nekem egy rampaszámot. Menjek oda. Megkérdezem, ez a biztos. Átakasztás megtörtént. Itt van mögöttem a pótkocsi. Nekiindulok 297 km. 3 óra 40-es út. A felejtős is. Játszottam egy karóval, jobbra megyünk azonnal. Amint lehet, már megyünk is. Vadász az erdőben megmondja, hogy a gyökérben is véletlenül tökön. Viszik szépen a kórházba, úgy ahogy összefoldozzák. Műtét után az orvos azt mondja, hogy egy barátom címe délután keresse fel. Ő is orvos. Nem, forulja meg ez, megmutatja magának, hogy alakja az ujjait, hogy nem is állja szembe magát. És akkor haladunk szépen itt a 290-esen. Mindez 290-en. Hát egy röpke 27 km, nem többet. Esetleg lehet még lassabban. Annyira az én esélyesünk akartam mondani, mert itt az 50-es még itt a vége. Érkezünk a hídpark.
sávba. B290-esen vagyunk. Milyen épületek vannak itt? Lesz egy kis panoráma, esetleg fölérünk a dombtetőre. Hoppári. Majdnem mindenki elkanyarodott mögülem. És ez a Bad Mergenheim. Ez kell nekünk. Kilométer van eddig a Bad Mönchhausen, vagy nem tudom, mi a neve. Így aztán megyünk is tovább. Ez az út egyébként kellő széles, szép a táj, belátni minden. Lehet kirándulgatni, itt vanni. Csodálatos anyag. Gyönyörű ez a táj, pedig nem egy nagy durranás az egész, de valahogy olyan szép rendezetnek tűnik nekem. Nekem nagyon tetszik ez így. Megvan mindennek a helye, és az ott is vagyunk a dombtetőn. Az egy gyönyörű rálátás látszik a városra. Bemondták nekem, a második utcán kellene jobbra fordulni. A
is állok, de jobbra! Második kiárat a gyerő.
táblákat figyelni, hogy ilyeneket. Úton átszaladó macska. Na most tök van olyan, hogy tolatni kell, hogyha elfogjuk óvatosan, hogy a fekete macska átszalad előtte, és akkor visszamegy az ember ugyanarra, merre jött, akkor nincs baj. Jó, hát akkor most nincs baj. Felhők is szépek. Hát nem aprózták el, úgy nézem, itt beállványozták a templomot. De nem csak úgy pitty-puty, hanem úgy az egész. Egészen a csúcsáig. Pán Valentin napon. Hát erre sem jártam még, meg nem is. Hogy fog valaha még az életbe. Bár soha nem mondjuk azt, hogy soha, de nem tartom valószínűleg, hogy erre még egyszer kell jöjjek. Hogy ez még egyszer előfordul, hogy nekünk így kell akasztani, és akkor... Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Elérünk egy elég nagy településre.
290-esen. Lenne a város, akár csak az olasz falvakba vagy városokba elmentek ezek is sziasztán. Hát a következő település majd 10 km múlva lesz. Arra kell majd menni. Majd. Igen, balra tart a földcsűrű. Már csak a folytatásába fogunk vele csatlakozni. Ez a 81-es számú autópálya. Erre fogunk ráhajtani most. Ezzel fogunk menni. 124 km. Végre már valami távolság is lesz. Úgyhogy akkor nekiugaszkodunk. Befektetés lehet, mert nem olcsók ezek a napelemek. Főleg ennyi, hát ez rengeteg. Varmalával, nagyon sok. Csak egy gyönyörű völgyhíd. Itt
ráírják a magasságot is, úgyhogy ez 678 méter és 70 méter magasba leszünk. Itt most 70 méter magasban vagyunk. Fák teteje fölött simán. Szépen itt a hármason. Szép új úton autózunk. Szeretem az ilyen háromságosokat. Jó, széles. El lehet rajta férni. Nagyon jó kis út. Elveszik rajta ez a nagy forgalom. Probléma közlekedéssel.
megnövekedett forgalmat már csak így lehetne kordában tartani, hogyha tényleg normális utakat építenének. De hát ne legyünk telhetetlenek. Haladunk szépen még. Van egy olyan 50 kilométerünk körülbelül Frankfurtig. De még megyünk ezen nagyon sokat. Hármason érkezünk Frankfurthoz. Itt is a Hiltonhoz. Balra nekünk a frankfurti reptér. Nem sok látszik belőle, de azért állnak a gépek rendesen. Száll föl egy, azt a mekkora gép emelkedik föl mellett, Emirates. Akkora vasdarabot fölemelni az égben, csodálatos. És érkezünk a Hiltonhoz. Egy nagy hajó. Nekem nagyon tetszik, régen nem jártunk már erre. És itt jön szembe velünk. Tetszetős impozáns egy épület, egy építmény. Meg van csinálva rendesen. Nem kicsi. Egy hajó, nekem ez teljesen olyan, mint egy hajó. Szép. És haladunk tovább a hármason, meg megyünk a 86 km. Aztán letérjünk róla, de előtte szerintem ki fogok menni egy fél órás vezetési szünetet. Akár tetszik, bárkinek, akár nem. Mert így annyira fogra érnék oda, 1.26-ot ír, de hát ott van benne Bundesz a végén. És az nekem nem annyi, mint amennyit a GPS kalkulál. Érdekes módon a másik is annyit ér, mondjuk 116-ra 1.25-öt. Hát nem tudom. Hát mi történt? Itt egy repülőgép, pont most megy át itt fölöttünk. Tessék! Ez mekkora látvány, tessék, itt van. Aerologi. Itt megy át pontosan fölöttünk. Nagyon elkaptuk a pillanatot.
talán ez is megmarad most már, talán felvétel is talán jó lesz. Repülőgép megy át Frankfurtnál. Hát úgy döntöttem, hogy én kiállok egy pihenőre. 3,5 óra vezetés után elég volt. És ide kinézek egy 1,5 órára. Annyi pihenő kell gond. Simogatom meg a buksi fejeckédát. Újra tervez a bácsi. Jó? Hát akkor ide állok. Így van, itt szünetelünk 1,5 órát. Milyen idő letelt. Tulás van. Csak 1,5 órát kellett pihenni, úgyhogy az meg megvolt. Próbálj az élet napos oldalon maradni, már úgyhogy mondjuk el, mi nem tudom, hogy kell tényleg. És egyébként is miért jársz autóval? Miért nem lehet mondjuk vonattal? Hát mondjuk tényleg kicsit kellemetlen, de nyáron hogy ez a két motoros így zam-zam-zam megáll egymás mellett a piros lámpánál, és valami valósabb jöjjön a motor, hogy merre megyek a Citadellához? Tessék! Merre mehetek a Citadellához? Tessék! A Citadellához akarok menni! Jó! Legyen! Van még egy órás utunk, körülbelül 76 kilométer. És... kilométer egy óra út, és 16 óra van most. Azt hiszem, hogy a lerakási idő, azt most érjük el. Igen, 16 órás a lerakóidő, 12-től 16-ig, hát az már ugrott. Egy órát fogunk késni, pontosan. De megnéztem a szállítón, este 8-ig leraknak nagy valószínűséggel, úgyhogy nyugodtan mehetünk, semmi probléma nem lesz belőle. Legalábbis én úgy gondolom, aztán majd megmondják a nagyok, ha nem úgy lesz, ahogy én gondolom. Most más dolgunk nincsen, visszatértünk az A3-ra. Ezen megyünk még most itt 40-56 km. 39, meg még utána 17-et egy ilyen Bundesszerűen. Haladunk, nyomulunk szépen, békésen, nyugodtan, nem kapkodva, utána már szerintem, nem tudom, hogy milyen melót fogok kapni. Kapuk-e egyáltalán, lehet, hogy aztán azt mondják, hogy álljak ki, aztán hétvégézzek valahol, már nem tudom. Nem sok értelme volt, de hát ők tudják. Na, gurulunk tovább, ez a biztos, és akkor gyönyörködünk a tájba, amiben itt lehet. A hármas pálya mellett olyan sok minden nincsen. Ami van, azt már talán meg is néztük. Hát az ilyen gyönyörű panorámák, ezek jutnak nekünk. Akkor fönn vagyunk egy-egy dobtetőn, és akkor le tudunk nézni a tájra. Belátjuk az egész vidéket.
előttünk a végtelen országút, amit aztán halljuk a kilométereket, amennyire csak lehet. Halad itt a hármason egy picit, de hát itt valami nagy hídépítés folyamata van éppen. Tök szép az a hely. És itt balra a Mercedesek után, ilyen locsolókocsi van ott. IFA, 6-os IFA, kérem szépen. Hát ezt a hidat újítják itt fel, úgy nézem. Elég nagy beruházásban vannak itt a fiúk. Mondjuk szép is ez a híd, gyönyörű, jó magasan leszünk. A fiúk meg azt sem tudják, hol vannak. Meg vannak zavarodni Ádám anyák napján. Haladunk tovább, úgy látom, hogy nem nagy fennakadás ez. Na mindegy, szóval gurulunk tovább. Csak gondoltam, megmutatom, mert jó nézett ki, ahogy itt a Dalu-tenger közepette épült a hidacska. Szemben nem tudom, mennyire fog látszani, épülnek a szélkerekek. A tagú ágaskodik a távolban, és vagy 5-6 darab olyan félbe van hagyva, vagy hát félig van kész, ott építgetik. Nem, fentről elég jó, hogy látszott, mondjuk nem biztos, hogy a kameraképén látszik, de megyünk még oda közelebb, majd lehet, hogy akkor jobban fog látszani. Jobbra elnézve 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab, szinte csak csonkot lehet látni, az egyik az már majdnem kész van, úgy nézem. A Dalu ott ágaskodik mellette. Talán itt megszűnik egy kicsit a húzótos, és akkor már majd jó lesz a csalitos. Meg még talán be is fordulunk arra szembe velük. Itt egy picit belátni, ott vannak mi. Hát itt meg felébe, ott megyünk emellett. Egy Dalu madárám az is, amelyik ott ágaskodik, hogy aztán rakjon föl bármit is erre a csonkra. Mi van találva az a rácsos gémes, és az azt hiszem, hogy már toldógém. Tehát még az autónak a sima teleszkóp gémia az meg be van húzva. Nem piskóta. Meg hát itt vannak a csomagok is, amik majd még várják, hogy megcsinálják őket teljes komplett készre. Van itt munka rendesen, gondolom azért itt van szél, hogy ide építik ezeket föl. 6 darabot láttam a távolból. Hát abból most így hirtelen itt van egy bal oldalon, amit építenek is, vagyis hát most már nem, mert hétvége van. Szerintem nekik is. Elhagyjuk a hármas pályát,
Koblenznek elmegyünk jobbra, a 48-as számúpályán. Nem vagyok érdekes, hogy ez megtartana tovább minket. Na most majd csak le az autópályáról. Most nézem én ezt, hogyha tovább megyünk a 3-ason. Hát nem jó az. Vagy nem is tudom. Hát megyek én a 48-asról, és akkor onnan megyünk majd be. Értem. Én meg vinne tovább a 3-ason, és akkor úgy le. Jó. Nincs az. Mondtam már, hogy a kompot nem bírom, hogy arra nem menjünk soha. Most még nem is vagyok egyébként. Egyáltalán eszembe sem is. Átértünk most a 48-asra. Itt fogunk menni most 15 km-t, és utána még 15-öt fogunk menni, majd ott leszem, ha minden igaz. Autók nem mernek megelőzni. 50-nel megyek. Mert el fognak kanyarodni, biztos vagyok benne jobbra. Nem előz meg. Nagyon helyes. Így kell lesz, gyerekek. Gyertek csak utána 50-nel. Rengsdorf. Na megyünk. Csak nem ez a rész, amiért.
2,3-ra van a lerakó. Az nem erre hozott volna, persze, hogy nem, mert nem ismeri ezt az utat. Ezt az utat a céges még nem ismeri. Ezért nem is tervezett erre. Teljesen másfelé vitt volna, ő vitt volna tovább a 3-as pályán, és akkor onnan hozott volna meg valahogy. Ez egy olyan okos kegyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen törekedni. Jobbra. Így van. Aztán majd balra. És aztán 400 méter múlva megérkezünk a céghez. Csak a bejáratot kell megtalálnunk. Menj el a balra, és utána meg ott leszünk. Köszönöm,
kell a reklás, meg volt. Most kéne találni egy parkolót. Legalábbis egy... Még megyünk, akkor azt mondják, hogy Ziegen felé kell menni, és ott kell valahol megpihenni. És megadott nekem ide 86 km, tehát nincs annyi vezetési időm már. Na, hova menjek már annyit? Úgyhogy találok egy arra alkalmas pihenőt, és akkor ott majd megállok. Legalábbis ez a terv. 8-28 van. Hamarosan körforgalom lehet, ha kitekintenek bal oldalt, vagy jobb oldalt, vagy előre, vagy akármerre. A második kijáraton majd kijövünk. No, a második kijáraton csúcs. Meglátjuk, majd megyünk, aztán haladjuk, azt megnézzük, hogy mi újság lesz. Érkezünk egy településre, Strassenhausba. Az a helyzet, hogyha találok egy pihenőt, akkor ott megállok, aztán majd holnap folytatom én tovább az utat. Hát elég ebből, nem kell itt bohóckodni ennyire, hát ez hihetetlen. Most adott ide 82 km-t, 1 óra 40-es, és van még 1 órán mondjuk 9-ből. Látok egy ilyen útszéli jó kis parkolót, akkor ott megállok, aztán ott a vége. Lesz egy körforgalmú. Ha, Bubi, örülök?
a második járaton. Ah, lehet, hogy kimegyünk. A második kijárat az az. Szabad, hogy megyünk a korábban, de tényleg most nem azért, hogy semmit nem tudom, csak gondoltam, hogy szólok, mert volt egy
következő kis meccsa. Pauza. Is szép nagy.
repülés. Kezdem. Hagyjuk el a települést, Hartenkirchen még 4 km. Jobbra szerintem, azt hiszem. Nézegetem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj, tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzom. Meglátjuk. Érdemes tartani egy picit, mert utána csak cinktak van. Ja. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Nézegessétek meg, utána újjatok vissza az autóba, és balesetmentesen haladjatok tovább. Lesz az éjszaka, gyerekek, hát itt lesz, hát látom. Jó, nagy meg minden. Meg lehet fordulni. Valami is remélem. Újra tervezés. Igen, itt a sarkon tudok fordítani. Teljesen jó. Az ágakat, az nem baj.
ez szuper lesz itt nekünk. Jó. És oda én vissza is tolok. Úgy gondolom. Ezért ki kell szálljak, meg kell nézzem, mert... Nem, hogy itt véletlenül... Ne vigyem valami dzsumbújba. Úgyhogy kiszállok, megnézem, itt maradunk, ez itt egy parkoló, ennyi is való. Olyan jó kis helyet találtam itt. Én még magam is meglepődök rajta. Körülbelül eddig mehetek szerintem. Mindjárt kiszállok, azt megnézem. Sötét van. Van ott hátul egy fa. Egész odáig elmehetek. Egy nekünk rövid. Ahogy. Szerintem én itt jó leszek. A kutya nem fog háborgatni. Így né. Na hát akkor itt lesz az éjszaka.